A nyára fesztiválok ideje, köszöntjük Önöket, ez a lakásvásárlatos csatornán Vince Júliával. Köszöntöm Önöket én is. Mai adásunkban kicsit körbejárjuk a fesztiválokat, de nem a programok szintjén, hanem egy picit kitekintünk az ingatlanok területére. Vajon Kapolcson, a Művészetek Völgyében, vagy Sopronban, a Volt Fesztiválon, esetleg Zamárdiban, a most futó Balaton Soundon, a szórakozás mellett milyen ingatlan árakkal vagy bérleti díjakkal lehet találkozni. És a műsor második részében, ahogy megszokhatták már három hetente, a Fel a fejjel című építészeti rovatunk jelentkezik Vince Júlia tolmácsolásában és közreműködésével. Miről lesz ma szó, és ki lesz a vendég? A vendégem Múzás Gergely lesz, régész művészettörténész, és témánk pedig a magyarországi reneszánsz építészet megjelenése. Nagyon szépen köszönöm, tartsanak velünk, akkor kezdjük a fesztiválvárosokkal, illetve fesztivál településekkel. A nyár a fesztiválok ideje, köszöntöm Önöket, ez a lakásvásárlás hatos csatornán. Mindenki igyekszik különböző rendezvényeket tartani, amely nyári szórakozásokat kínál. Vannak ezek között régóta rendezett és bevált események, fesztiválok, és vannak egészen újszerű kezdeményezések is. A legnagyobbak közé tartozik a Volt Fesztivál például, ennek már vége van, Sopronban rendezik. Most ezekben a napokban tartják a Balaton Soundot Zamárdiban, és következik majd szinte a Balaton másik oldalán a Művészetek Völgye elnevezésű fesztivál, amelyet már 17 éve rendeznek, Kapolcson, Talján, Dörögdön és a környékén. Hogy miért foglalkozunk a lakásvásárlás című műsorban, egy ingatlan műsorban ezekkel a fesztiválokkal? Most azért tesszük ezt, mert igenis vannak olyan másodlagos hatásai ezeknek a fesztiváloknak, amelyek hatnak az ingatlan piacra. Nem is akárhogyan. Gondoljanak bele, annak idején, mondjuk Kapolcson 17 éve, amikor elkezdődött a Művészetek Völgye, jó magam szerencsés voltam, és az első ilyen rendezvényen is jelen lehettem, akkor az újságíró válogatottal futballoztunk is ott, és valami hihetetlen jó hangulata volt a különböző művészeti ágak megjelenésének, baráti összejövetelek ezek, és így lesz ez most is, július 21 és 30-a között, csak időközben nagyon megváltozott a település, és nagyon megváltozott az a másik két település, amelyik érintett még ebben a szezonban, illetve ebben a fesztiválban, Vigán Petendről van szó és Talján Dörögdről, és nagyon érdekes megnézni az ingatlanárak alakulását is. Kapolcson például ma 15-20 millió forintért lehet egy 60-80 négyzetméteres házat vásárolni, korábban itt azért tizedennyibe kerültek a lakások, illetve a házak, és nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy például a szomszédos Talján Dörögdön ugyanez a 60-80 négyzetméteres lakás 6 millió forintba kerül. Vagyis Kapolcs a központja ennek a rendezvénynek, és itt mennek fel az árak. Nem kevés művész költözött oda, nem csak azért, mert itt van a rendezvény, nem azért is, mert nagyon szép, csöndes, alkotó vidék. Itt a Balaton felvidék, és azt nagyon sokan szeretik. De érdemes megnézni más hasonló településeket is. Sopronban ugye a nagy változást igazából csak az egy hét hoz, és ott is igazából a bérleti díjak szempontjából. Azat az egy hét alatt, amíg a Volt Fesztivál tart, nem nagyon lehet lakásokat bérelni. Sokan Ausztriában laknak azon idő alatt, és onnan járnak át Sopronba. Sokszor pedig fordítva a munkások például, akik dolgoznak Ausztriában, Sopronban bérelnek lakást, de ebben az időben nem nagyon lehet. Vagy nézzük meg Zamárdiban például, ugye ezekben a napokban zajlik a Balaton Sound Festival, amelyen nagyon sokan vesznek részt szintén. Balatonon a főidényben nem kell mondani, hogy milyen árak és bérleti díjak vannak. Hát ez még rátesz egy lapáttal. Egész odaig elmegy, vagy akár 30 ezer forintos éjszakánkénti díjjal is lehet számolni. Itt aranyárban mérik ilyenkor a lakásokat, illetve a szállás lehetőségeket. És hát számtalan egyéb hely van.
Én azt gondolom, hogy ezek a fesztiválok mindenképpen befolyásolják az ingatlan piacot is. Na de milyen formában és hogyan? Erről szeretnék beszélgetni Cimondor Nándorral, a zalakarosi Mendánhotel igazgatójával, aki nem csak Zalakarost és környékét ismeri kiválóan, hanem régi vendéglátós turisztikai szakember, és átfogó tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban is. Szervusz Nándor, köszöntelek szeretettel! Szervusz! Üdvözlöm a nézőket, jó napot mindenkinek! No, hogy látod te ezeket a fesztiválokat, milyen hatással vannak a vendéglátásra, a turizmusra? Te a másik oldalról látod, mint turizmus szakértő. Hát az összkép nagyon kedvező, bár nagyon-nagyon árnyalt azért. Fesztivál országgá váltunk nagyjából 15 év alatt. Ez jelent valami olyasmit, hogy lassan már minden kis vidéki település gondolkozik valamilyen fesztiválba, aztán jelent olyat, mint például Kapolcs, ahol nagyon komoly kulturális érték és művészeti érték épül rá a rendezvénysorozatra, illetve a helyszínre. Meg vannak nagyon professzionális helyszínek, mint a Sziget, az emlegetett Zamárdi, Sopron és a többi. Tehát ez három különböző, nagyon is különböző irányt jelent. A kettőnek, tehát a nagyon nagyoknak és a kulturális típusúaknak akár nagyon komoly üzleti hasznai is lehetnek. A kis falusi fesztiválok, hát azok válhatnak valami védát, valamiből el kell indulni. Mindenki kezdte valahol, szoktuk erre mondani. A vendéglátás szempontjából nagyon komoly vonzerőket jelentenek. Az az időszak, amíg maga a fesztivál tart, nagyon látványos, nagyon sok vendég odaérkezik. Ugyanakkor jönnek azért ezekből a vendégekből vissza is máskor is, mert erre a területre emiatt a rendezvény miatt érkezik, de lehet, hogy két hónap múlva visszajön, mert megteszed neki a környék egy nyugodtabb időszakba. Tehát igen, megmozgatja azt a környéket, bevonja valamilyen fajta forgalomba. Lehet másképp is nézni egy picit ezt az egészet, mondjuk Kapolcs, Tapolcától északra eső vidék, hogy meddig lehet ezzel elmenni. Tehát igen, növekednek az ingatlanárak, igen, lemozdul, megpesdül az élet. Mennyire változtatja meg a térségnek az arculatát? Mikor jön el az a pont, amikor már nem volna muszáj tovább fejlődni, mert elmegy az egész onnét, ahon nagyon messzire megy el onnét, ahonnét elindult. Egyáltalán föl lehet-e majd ismerni 10 év múlva azt a környéket, ha így fejlődik, építkezik és a többi. Olyannak, mint aminek megszerettük, ezt így értem. Ez egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen mi vendéglátósok ezt jónak tartjuk. Természetesen egy picit, hogy mondják ezt szépen, hát szóval néha hírnák is rátelepülnek ezekre a rendezvényekre, elviszi ez nem csak az ingatlan árakat, hanem az éttermi árakat és a többi és a többi. Szóval hosszú a történet. Igen, Zalakaros is ugye kiemelt térség és kiemelt település bizonyos szempontból, bár ott nincsenek fesztiválok. Kisebb-nagyobb rendezvények természetesen ott is előfordulnak, de fesztiválok nincsenek. Így is nagy a forgalom Zalakaroson. Hát, hogy szokták ezt mondani, óvatosan bizakodók vagyunk, tehát az éveleje jobb, mint a tavalyi volt. A nyarunk egy picit lassabban indul, beindult, tehát nagyon szépen jönnek a foglalások. Nagyon szépen az utóbbi két évben felújítottuk a szállodának, már közel a fele vadigúj vendégszobáink vannak, tehát érdemes minket meglátogatni, és önmagában Karos is mindig évről évre nagyon sokat fejlődik. Ez egy jó célpont, fesztiválunk nincs. A gasztronómiánkkal gondolkozunk egy picit, de nem hívnák már ezt mi fesztiválnak. Ezt szeretnénk egy csokorba befogni a Zalakaros és környékének, talán egy 60 kilométeres körzetre gondolva az étkezési, főzési, italfogyasztási régi és új szokásait, és azt így különböző módokon megjeleníteni a nagy közönség előtt. A begyűjtött receptversenyeket hirdetünk meg, a begyűjtött receptek megjelennek a szállodák büféjén a vendégek előtt, egy picit modernizálva talán azt az ételt, de csak annyira hozzányúlni, hogy azért szeresse a közönség, de messze fölismerhető legyen benne még az első gondolat. Ebben az irányba szeretnénk a jövőben egy kicsit kimozdulni. A komolyabb fesztiválra nem tudom, hogy van-e esélyünk. Nagyon erős versenytársak vannak. Nekünk megvan a gyógyvízünk, ugye egy nagyon szép csöndes kis Balaton melletti zöld terület, csodálatos nyugalommal. Valahogy ezt sorolhatnánk a gyengeségeink közé, de tulajdonképpen ez a legnagyobb erősségünk, hogy csönd van, békesség, zöld, a vizek,
nagyon kellemes hely tud lenni. Mennyit dobna egy fesztivál az alakaros életén egyébként? Ismertségén talán? Ez a gasztronómiai gondolat, ha ez akár egy fesztivállá válik a mi ételeinkkel, mondjuk az emlegetett 60 kilométeres körzetből, ez nagyon jól jönne nekünk. De nem, de bevinnénk a mindennapjainkban, nekünk az volna a cél, hogy a fesztiválon megjelenített valami, az képviselődjön minden napunkban, láthassa a vendég, hogy igen, ez a idei receptverseny győztes étel, és ezt megjelenítjük, jelenleg is nálunk benne van az alakart étlapban, és megjelenik a büfén is, sőt, még a konferencia ajánlatba is belerakjuk, ilyen név alatt. Tehát no, hát akkor egy kicsit őrizgetni, dédelgetni a hagyományainkat. Jó, hát akkor hát, ha valakinek kedvet csináltunk ahhoz, hogy egy gasztronómiai fesztivált rendezzen az alakoroson egy-két napon. Nem lehetetlen, igen. No, Nándor, nagyon szép. Partnerek lennénk. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és további szép nyarat kívánok neked és a is minden vendégeknek is. Köszönöm szépen, Nándor. Mi pedig folytatjuk a műsort, még például a Fel a fejjel című rovattal, építészeti rovattal. Pillanatokon belül jelentkezik Vince Júlia vendége. Köszöntöm nézőinket! Önök a Lakásvásár építészeti, kultúrtörténeti rovatát látják. Témánk a reneszánsz építészet megjelenése Magyarországon. Vendégem Buzás Gergely, régész, művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának igazgatója. Köszöntöm, és nagyon örülök, hogy vendégünk lesz a korszak bemutatásánál. Köszönöm szépen, és köszöntöm, a nézőket is. Egy reneszánsz palota urának okoz még meglepetéseket a korszak? Ó, a reneszánsz egy nagyon izgalmas és nagyon változatos korszak. Ugye a visegrádi királyi palota valóban a reneszánsz születésének az egyik helye legalábbis Magyarországon, de olyan keveset tudunk erről a korszakról, hogy szinte mondhatjuk, hogy évente új és új eredmények kerülnek elő. Tudjuk, hogy a reneszánsz elterjedése, illetve a reneszánsz Mátyás királyhoz köthető. Mátyásnak még nagyon erős a kultusza ma is. Hihetünk a legendájának? Mátyás valóban az egyik legtehetségesebb uralkodója volt a középkori Magyarországnak, és hát nem csak tehetséges volt, hanem sikeres is. Ugyanakkor talán az egyik fő erénye az volt, hogy ő bár kiváló katona volt, hiszen ugye az apja nagy hadvezér, törökverő hadvezér Hunyadi János, aki mellett megtanulta a katonáskodásnak valóban minden fortélyát, és nagyon sikeresen is vezetett számos hadjáratot, de mégis rájött, hogy az uralkodás nem merül ki a szomszédokkal való háborúskodásban, hanem a kultúra, a művészeteknek a támogatása az sokszor még hatékonyabb politikai eszköz tud lenni, mint a fegyver. És ennek tudható be tulajdonképpen, hogy Mátyás idején itt Európa egyik szélén meg tudott jelenni egy olyan nagyon modern művészeti stílus, mint ami a reneszánsz, ami ebben a korban tulajdonképpen még egy itáliai, mondhatni, ha helyes lenne a kifejezés, nemzeti stílus volt, hiszen nemzetekről még nem nagyon beszéltünk, de valóban csak Itáliában létezett akkor még ez a fogalom. Mit jelentett az, hogy ilyen korán részesévé váltunk ennek a kultúrának? Ugye Mátyásnak tulajdonképpen a házassága hozta be ezt az új érdeklődést, vagy ezt az új igazodást. Ugye Beatrix egy fontos itáliai királyságnak, a nápolyi királyságnak volt a király, a hercegnője, ugye a királynak a lánya, és ő hozta be azt az érdeklődést ide, ami az antik művészet iránt Itáliában akkor már egy igen elterjedt dolog volt. Mátyás szemében ez azért volt fontos, mert ezzel kifejezésre tudta juttatni azt a műveltséget, hatalmat és gazdagságot, amit az ő országa, az ő királysága jelentett. És ez azért lett fontos az egész magyar történelem számára, mert így tulajdonképpen a reneszánsz kultúrának az európai elterjedésében ugye egy nagyon fontos gócponttá vált Magyarország. Magyarországról kerültek tovább azok az itáliai művészek és azok az itáliai művészeti motivumok, amik itt Mátyás korában megjelentek, Lengyelországba, Csehországba, sőt még Oroszországba is, és ezért azt mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb közvetítője volt a reneszánsz kultúrának, reneszánsz művészetnek, és ezért is van az, hogy a magyar művészetben, sőt egyáltalán a magyar történelmi tudatban így a reneszánsz kicsit összekapcsolódott a magyarsággal, a magyar nemzeti tudattal is.
Nézzük az építészetről, mi az, ami ránk maradt. Az első emlék, talán ahol megjelent a reneszánsz stílus, a budai vár. Meg is mutatjuk a nézőknek néhány képereig. Ez éppen egy nagyon-nagyon korai vázlat. Így nézhetett ki talán a reneszánsz vár. Igen, ugye ez Mátyás halála után közvetlenül készült ez az ábrázolás a Sédel virágkrónikában a budai várról, és valóban azt az állapotot látjuk, ami Mátyás életében kialakult. Ugye a budai vár egy hosszú történelem folyamán jön létre, míg Nagy Lajos király idején kezdődött meg a kiépítése, és igazából Zsigmond király a 15. század elején tette királyi székhelyé, királyi rezidenciává. Ugye Bonfini Mátyás történetírója azt is mondja róla, hogy hát a budai várban semmi említése méltó nincs, csak az, amit Zsigmond király épített, mindaddig, amíg Mátyás ugye hozzá nem fogott a felújításhoz. Mátyásnak Buda volt a rezidenciája, Buda volt a székhelye, tehát nyilvánvaló, hogy ide áldozta a legtöbb pénzt és a legnagyobb lelkesedést is ennek a modern kiépítésére. Tudjuk, hogy valóban itáliai művészeket hívott, és valóban itáliai stílusú lodzsák, ablakok, kandallók, számos szép reneszánsz részlet készült ebbe a palotába. Sajnos ugye ez a palota gyakorlatilag szinte teljesen elpusztult, csak kőtöredékeket és falcsunkokat ismerünk belőle, és hát ezek között igazából csak a kőtöredékek azok, amik a reneszánsz stílusról vallanak. Az azonban ebből is sejthető, hogy ez nem egy reneszánsz palota volt a maga itáliai reneszánsz értelmében, hanem egyrészt a korábbi gótikus részletek is tovább meg voltak, tovább éltek, másrészt Mátyás is épített számos késő gótikus elemet is a palotához, és ebben mint egy színesítő elem jelent meg a reneszánsz. Akkor nézzük a visegrádi várat, ami már egy... Visegrád egy nagyon hasonló jelenség, hiszen Visegrád, bár nem volt fő rezidencia Mátyásnak, viszont egyik legkedveltebb mellékrezidenciája volt. Itt is egy Nagy Lajos király óta folyamatosan épülő palota együttest épített át Mátyás, és nagyjából hasonló módon, mint Budán. Visegrádon azonban ezről sokkal többet tudunk, hiszen sokkal több meg is maradt belőle. Ugye Visegrádon több épület van, ugye a Fellegvár, aminek most látjuk a képeit, az egyik, ami azonban egy teljesen gótikus épület. Ebbe Mátyás ugyan jelentős építkezéseket végzett, azonban reneszánsz elemek ide nem kerültek. A Fellegvár ugyanis nem volt lakóhely. Ezzel szemben a királyi palota, aminek ugye a díszudvara a Herkules kúttal és a reneszánsz lodzsával, tulajdonképpen a magyarországi reneszánsz első olyan emléke, ami meg is van, ami látható és ismerhető. Viszont ezeken az emlékeken, például itt az oroszlános kutat látjuk, ami szintén Mátyás korának ez egyik fontos emlék, és egy időben készült a díszudvar reneszánsz Herkules kutyával. Az oroszlános kut azonban nem egy reneszánsz mű, hanem egy késő gótikus mű. Nagyon jól mutatja Visegrád az, hogy ebben a korban a késő gótika és a reneszánsz, ez nem két egymást váltó stílus, nem két ellentétes fogalom, hanem tulajdonképpen két egymással párhuzamosan élő művészet, az egyik az északi, a másik pedig a déli, az itáliai művészet, amely külön műhelyek készítették ezeket a gótikus és reneszánsz alkotásokat, amelyek együtt dolgoztak, együtt működtek, és egyfajta nagyon sajátos, igazából Itáliára egyáltalán nem jellemző kettősséget teremtettek meg. Nézzük Esztergomba, a Bakócz kápolnát. Ez egy sokkal jelentősebb reneszánsz emlék. Így van, a Bakócz kápolna jelentőségét éppen az adja, hogy ez az első olyan reneszánsz épület Magyarországon, ami viszont már teljesen tisztán reneszánsz műalkotás, ebben nincsenek gótikus részletek. Ugye ez már később is készült, a Jagelló kornak az egyik fontos alkotása, az 1500-as évek első évtizedében Bakócz Tamás, esztergomi érsek építette fel a saját sírkápolnájaként, ahhoz a hatalmas románkori gótikus katedrálishoz hozzáépítve, ami akkor az esztergomi székesegyház volt. Ugye ma ez már nincsen meg, a helyén egy nagy klasszicista templom áll, de csodálatos módon ugye a 18. század végén ezt a kápolnát, ezt nem rombolták le, hanem darabjaira szétszették, és az új katedrálisba újra felépítették. Tulajdonképpen a modern műemlékvédelemnek az első emléke is egyben. Ez egy olyan épület, ami lényegében a toszkán reneszánsznak szinte az egy-egyes adaptációja Magyarország.
világra. Ugye az oltárát például a firenzei dómépítő Páholynak a mestere, a vezető mestere Andrea Ferrucci faragta, de ugyanakkor van egy csomó nagyon jellegzetes helyi eleme is, ugye például vörös márványból készült, egy olyan anyagból, ami Toszkánában ismeretlen, viszont nagyon jellemző, tulajdonképpen az egész középkorban nagyon kedvelten használják Magyarországon, itt éppen az Esztergom körüli gerecsei hegyekben bányásszák, és ugye az antik porfírra, császárok kövére hasonlít, és hát ezért volt ennyire illusztris dolog egy ilyen kőanyagból megcsinálni egy ilyen gyönyörű reneszánsz kápolnát. Ha valaki most úgy érzi, hogy feltétlenül látnia kell élőben is ezt a kápolnát, mely az a részlet, amit mindenképpen vegyen szemügyre, ami nagyon reneszánsz? Tulajdonképpen majdnem minden, kivéve a kupoláját, ugye a kupolás egy aranyozott bronz kupolája volt, ami sajnos nem maradt meg, de maga az architektúra, a falak, az árkádívek, a pilaszterek, azok, ugye ezek a nagyon antikizáló, tényleg egy római épületet, mondjuk a Kolosseumnak a rendszerét követő formában, ugye tényleg a reneszánsz építészet egyik legjellegzetesebb szisztémáját alkotja, és maga az alaprajzi, ez egy centrális kápolna, egy négyzetes, inkább keresztalakú kápolna, ami egy kis keresztszárakkal bővül, és az egyik ilyen kis keresztszárban van ez a kararai márványból faragott oltár, ami az egyik fő dísze az épületnek. Menjünk tovább, egy újabb várat fogunk látni, a Simontornyai várat. Mi a jelentősége ennek a várnak? Simontornyai vár az teljes mértékben kortársa a Bakócz kápolnának, ugyanazokban az években épül fel, és megint egy olyan épületről van szó, ami tulajdonképpen szorosan kötődik Mátyáshoz. Ugye Bakócnál, nem is említettem, de hát Bakócz a karrierét ugye Mátyás mellett kezdi, Mátyásnak az egyik titkára volt, és ugye a Jagellókorban az ország érsekévé válik. Simontornyán egy másik hasonló személyiség, Gergely-Laki Buzlai Mózes építkezik, aki Mátyás idején indul a karrierje, ő volt az a követ, aki Beatrix királynét ugye elhozza Mátyáshoz Nápolyból Magyarországra, és ő is, az ő karrierje is a Jagellókorban, második Ulászló idején teljesedik ki, amikor főkamarás mester lesz a királyi udvarban, és úgy gondolja, hogy azokkal a művészekkel, mesterekkel, főleg olaszokkal, akik a király számára építkeznek, hiszen ebben az időben is, az 1500-es évben is folynak még Budán az építkezések, második Ulászló folytatja ezeket a műveket, ő a saját rezidencián, saját birtokán is egy olyan jellegű reneszánsz várat épít, mint amilyent a király épít Budán. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez a vár is csak félig reneszánsz, bár épül benne egy szép reneszánsz lodzsa, reneszánsz lakótorony, de épülnek gótikus terek is, például egy gótikus kápolna. Végezetül a Siklósi vár, amit látni fogunk. A Siklósi vár az tulajdonképpen az ikertestvére mondhatnánk a Simontornyainak, csak sokkal nagyobb, és valaha még sokkal díszesebb is volt. Ezt ugyanis egy még jelentősebb báró építi, ugye ő Perényi Imre, aki az ország nádora, tehát a király után a második ember az országban, és egy új rezidenciát szerez magának itt a délvidéken, ugye Siklóson. Ugye ez a korszaknak az egyik leggazdagabb ország része volt, főleg a szőlőtermelésnek köszönhetően, a mai is a villányi borok jól ismerjük, és ez a rezidencia ugyanúgy a budai műhelyből kikerült reneszánsz faragványokkal lett feldíszítve, és mellette ugye itt már ma is látható áll az a gyönyörű gótikus kápolna, ami ebben a korszakban készül el. Ugye ez egy hálóboltozattal fedett gótikus tér, de például az egyes részlete, mint a szentségfülkéje, az már egy reneszánsz építészeti elem, tehát a két stílusnak a keveredése gyakorlatilag a kora reneszánszban végig jellemző a magyarországi művészetre. A korai reneszánsz magyarországi építészetében mi az ön személyes kedvence? Visegrádot nem ér mondani. Pedig kétségkívül ez a kedvencem. Talán éppen Siklóst lehetne így említeni, hiszen ez a késő gótikus és reneszánsz kápolna együttes, ez valóban egy olyan egyedi műalkotás, ahol a két stílus valami gyönyörű együttest alkot, és gyönyörű állapotban ránk is maradt. Köszönöm szépen a kalandozást a stílusban és az épületek között. Legyen a vendégünk legközelebb is, és beszélgessünk az érett, a késői reneszánsz építészetről Magyarországon. Köszönöm szépen.
Köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Ez volt a Lakásvásár hatos csatornán, találkozunk egy hét múlva. Három hét múlva pedig, ne felejtsék, ismét fel a fejjel Vince Júliával. Mi lesz a téma, és ki lesz a vendég? Vendégem szintén Buzás Gergely lesz, és a reneszánszal megyünk tovább. Izgalmas lesz minden bizonnyal. Tartsanak velünk egy hét múlva, majd három hét múlva mindenképpen fel a fejjel rovatnál is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!